Závodszky Noémi rendezésében a Gárdonyi Géza Művelődési Ház Fátyol színkörének előadásában mutatták be Tasnádi István legendás darabját, a Finitót, a Köfén Művelődési Házban. A kiváló színművész csapata társaságában egy olyan kortárs, komédiává finomhangolt tragédiát állított színpadra, amelyben kiemelten fontos a színészi hitelesség és az arányérzék ahhoz, hogy a rímes szöveg érthető és hihető legyen. Mindenkinek való az, amit csinál. Nagyon érdekes volt a szereposztás is, hogy lehetett kisakkozni, hogy kinek melyik az, ami mert nyilvánvalóan több embernek több szerep is jó lett volna, kivéve ugye az egyetlen férfink, egyértelmű, hogy ő lesz a férj. De hogy ez az egész folyamat, hogy egymásra épült, alakult, változott, ők maguk is beletették magukat, gyönyörű utazás volt. Blondin Gáspárnak nincsen életkedve, sötét szobában gubbaszt, mint a medve, nem kocsmázik és nem kertészkedik, kidobta mind a pingpong érmeit, főzeléken él, feltét se kell neki, sótlan, mióta munkanélküli. A főhős a 44 éves a Nagy Ábrándi lakos elveszti munkáját és életkedvét, erőteljesen szuicid alkattá válik. Kuti Ernő alakításában ismerkedhetünk meg vele, a halálra szánt magyar zombival, megfejelve egy jó adag komikus versorral, verses komikummal. Egyetlen férfi emberként gyakoroltuk ezt több mint fél éven keresztül, magát a darabot, de tulajdonképpen múlt év ősze óta folyamatosan készülünk arra, hogy egy darabot így előadjunk, és hát ahogy a vezető színésznőnk nagyon-nagyon ügyesen végig kísért minket ezen az úton, hatalmas személyiségfejlődésen mentünk át mindannyian. Az elején még izgalmasan, vagy izgatottan és gyámoltalanul mondtuk el a verseket, legalábbis én magam biztosan. A végén pedig már itt vagyunk egy profi előadás, persze amatőr csapatként egy nagyon szép színházban. Asbó Csilla Blondinné Vali szerepében lubiszkol az ízig-vérig izgalmas történetben egy olyan karakter alakításában, ahol hiányzik ugyan a mosoly, de a próba folyamatok során bebizonyosodott, ezt a karaktert, mintha neki írta volna a szerző. Nekem ez volt a legnagyobb kihívás a szerepemben, ugyanis én nem nevethetek. Tehát ez volt az, hogy én mindig mosolygok, ebben a szerepben pedig itt nem szabadott mosolyogni, csak a legvégén egy kicsit. Nagyon-nagyon nehéz volt ezt nekem így megtanulni és betanulni, hogy még a szemem sem mosolyogjon. A színházbarátok egy formai bravúrokkal teli csengőbongó, szöveges, izgalmas előadást láthattak, egy látletet, amit a rendezői koncepció és a teljes társulati játéka is hitelessé tesz.